Egy új állomás egészen biztosan a magyar politikai életben, és én is osztom azt, amiről Gordon beszélt, nevezetesen, hogy ez egy kormányváltó erős szövetség. Nekem már van abban praxisom, amikor azt mondják valamire, hogy ez is kizárt, az is kizárt, amaz is kizárt. Nekem többször mondták az elmúlt három évben, hogy a szocialista párt nem tud talpra állni, hogy nem tudom irányítani a szocialista pártot, hogy el fogunk tűnni a történelem süllyesztőjében. Kérem, ezekre mindig rácáfoltunk az elmúlt hetekben, hónapokban és években, és Gordon, ugyanígy fogunk rácáfolni erre a következő hetekben, hónapokban az összes ilyen típusú kritikára, ami megfogalmazódik. Mi a magunk részéről komolyan vesszük ezt a szövetséget, egy erős és jó politikai konstrukciónak tartjuk, mindazoknak az érveknek az okán, amit Gordon felsorolta az imént. Éppen ezért abban hiszünk, hogy ezáltal megvalósulhat sok magyar embernek az álma és elképzelése, hogy ezt a kormányt meneszteni lehessen. Ahogy a Gordon is mondta, ez egy program alapú szövetség. Ez azért nagyon fontos, mert itt nem egy hatalomtechnikai konstrukcióról van szó, ennél sokkal többről van szó. Ezek a tárgyalások úgy indultak, és ehhez jó magam is ragaszkodtam, és ebben partnerre találtam Bajnai Gordon személyében, hogy nekünk meg kell mondjuk előre az embereknek, minden politikai konstrukció létrehozása előtt, hogy milyen a Magyarországot, és hogyan akarjuk ezt elérni és létrehozni. Éppen ezért az a program dokumentum, amit ketten közösen szignáltunk, ez része lett az MSZP programjának, amit a most a hétvégén fogadtunk el. Ezzel is szerettük volna mutatni azt, hogy olyannyira tartjuk fontosnak és komolynak ezt a megállapodást, hogy ez a kongresszusi dokumentumunknak, egy választási programunknak is a részévé vált. Valóban, ahogy a Gordon is fogalmazott, egy új szakasz következik a következő napokban, október 23-a után, mert mi tényleg komolyan gondoljuk, hogy bármilyen fura is, de azért a választókkal is kell egy kicsit foglalkozni, nem csak a partnerekkel és a szövetségesekkel. Mi abban hiszünk, hogy akkor lehet egy kritikus tömeget állítani emögé a szövetség mögé, hogyha nagyon sok emberrel találkozunk, nagyon sok helyen elmondjuk azt, hogy mi mit gondolunk másképpen, mint a mostani kormányzat, hogy milyen megoldásaink vannak. Ebben a szocialista pártnak egy világos víziója van. Nekünk az a víziónk, hogy a jogállam, a demokrácia, a szabadság akkor tud kiteljesedni, hogyha Magyarországon biztonság és jólét is van. Akkor van igazi szabadság, hogyha az emberek valóban a hétköznapi életükben meg tudják élni. Ezt úgy fogalmaztam a kongresszusi beszédemben, hogy a mi víziónk az, hogy munkát és kenyeret adjunk az embereknek. És ebben komolyan hiszünk, nem véletlen ilyen értelemben a szlogen választás és a szó használat. Mi azt gondoljuk, hogy Magyarországon a legnagyobb probléma az, hogy az emberek rosszul élnek, tele van Magyarország igazságtalanságokkal, nagyon sok ember a létminimum környékén tengeti az életét, küzdve a túlélésért. Éppen ezért nagyon fontos, hogy ez a helyzet változzon Magyarországon, ehhez pedig egy út vezet, Orbán Viktor és kormányának a menesztése. Mi valóban úgy gondoljuk, hogy éppen ezért ez a mostani választás, ez egy népszavazás lesz Orbán Viktorról, arról döntenek majd a magyar választópolgárok, hogy továbbra is a saját sorsukat Orbán Viktor kezében akarják-e hagyni. És az látszik, hogy a miniszterelnök képtelen a változásra, képtelen a belátásra, képtelen a politikai változásokra. Ezt egy módon lehet csak elérni, ha menesztjük őt. Akkor lesz Magyarországon jólét, akkor lesz Magyarországon biztonság, kiszámíthatóság, és ezáltal természetesen szabadság is. Valóban, ahogy Gordon említette, mi minden jelöltünkre közös jelöltként tekintünk. Az MSZP-be minden választókörzetben, amelyet át kellett adnunk, megbeszéltük az ottani kampánycsapatokkal, az ottani aktivistákkal, hogy ugyanolyan erővel kell az Együtt PM Választási Szövetség jelöltje mögé felsorakozni, mint hogy ez a saját jelöltünk lenne. Nem mondom, hogy ez konfliktusok nélkül ment, nem mondom ezt, hogy érzelemmentesen ment, de mindenki pontosan megértette és tudja, hogy mi a tétje ennek a választásnak. Éppen ezért ebben én nem látok problémát, most már biztosan kijelentettem, hiszen erről személyesen meggyőződtem, hogy minden egyes választókörzetben ez az együttműködés
zökkenőmentesen tud működni. Úgyhogy a magam részéről azt látom, hogy technikai akadálya, politikai akadálya, személyi akadálya nincsen ennek az együttműködésnek. Valóban mostantól az a szakasz kell, hogy elkövetkezzék, amikor a választókkal, az emberekkel, a magyar családokkal keressük a szövetséget és az együttműködést. Mi a magunk részéről a kongresszusunkkal elindítottuk ezt a folyamatot, és mind a két párt a saját eszköztárával ezért ezen fog dolgozni a következő időszakban. Úgyhogy én nagyon jó szívvel és hittel írom alá ezt a mai dokumentumot, és valóban meg vagyok arról győződve, hogy ez az a politikai konstrukció, amivel Magyarországot egy igazságos, szabad, jóléti demokráciává tehetjük, ami alapján újra tudjuk építeni a magyar köztársaságot. Köszönöm szépen!